Sziasztok! Igen, sziasztok! 2019-ben nagy hype-ot kapott Elek Zoltán YouTube csatornája. Nem csak tömlős adva, akkor van még nekem még tömlős mákém is. Nagyon finom! És ebben a nagy hype-ban lehet, hogy nekem is volt egy kisebb szerepem. Igen. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy 6 év után nézzük meg, hogy milyen kalandok történtek a most már Videó Info kötőjel 1-es csatornán. Videó Info kötőjel burkánke. Ugyanis évekkel ezelőtt új csatornát indított, aminek annyi a különbsége, hogy van benne egy kötőjel. Hölgyen pospituáltak lesznek. A mester a csatornáján továbbra is határozottan főzöget. Hoppa. Zsapkesz, szívek, kacs. Egy buta karriája. 10%-ú maró, 10%-ú bójú. Hát akkor van benne galamb, az arangauskát. Vanília soddolva. Arra finom. Zoli bácsi fősztjeinek még a legyek is csodájára járnak. Tényleg. Azt neki, ezt nem akartam. Mindjárt. A mai napig aktív raongó tábua van, akik a kommentekben felvették Zoli bácsi beszédstílusát. Elmondhatjuk, hogy csak a leghardcore-abb trollok maradtak ezen a csatornán. Sétó kommenteket ülni fogok. És Zoli bácsinak akkora hatása volt rám, hogy azóta én is tojásnak hívom a tojást. Tojás vagy tojás? Tojás! És amikor csak lehet, mással hangzók nélkül ejtem ki az ételek neveit. Ubóka, paladicsom, bokkoi. Pájzsi, ubolka, mustá. A mester egyre többet hadakozik a nekati emberekkel, azaz a héterekkel, azaz a mester nyelvezetében az antirajongókkal. Antirajongó nem örülnek, mert itt a videó címe is az, hogy videó info, nem az, hogy főző videó. Étetől elmondtam, mikor el is kezdtem a videót, étetől elmondtam, hogy találtam az a táborafasz. Mindig alattam, a mostani videóban tartalom lesz, magamról, amit tudok vállalni című videójában fél órán keresztül rage-elt a negatív kommenteken. Ha valakit fel fogok jelteni. Énekes, hogy tetszik, az a homoszexuálisok reklámozzák magukat. Vanília soddol. És Anakin Skywalker egy homoszexuális volt. Homoszexuálisok. Nem szeretem a homokot. Akkor ezt szerintem jó elbeszélgettem. Ebben a videóban elmondja, hogy már jó pénzért eladta a legendás indukciós főzőlapot, mert túl sokat fogyasztott 1600 fokon. Indukciós főzőlapot eladtam, a anyám úgy volt vele, hogy sokat eszik. Sok áron pőkedik. Igaz, hogy jó ába adtam el. De aztán, hogyha jól értettem, az a rangó, aki megvette tőle, az visszaadta neki, de csak miután összefirkálta. Megkeresett a rangó, aki eladtam azt a gépet, jó ába adtam el, kölcsön adta. Ez az igazi biznisz. Eladod a cuccaidat jó pénzért, és utána visszaadják neked kölcsön örökbe. 1300 fokon. Na később megeszem. A Zoli, a Tomi, a Feri meg a Miki biztos nagyon büszke, hogy Zoli bácsi az ő dedikált főzőlapjukon készíti a toást. Vagy tojást? Na minden. Tojás vagy tojás? Én már nem is tudom már, el is felvetted. Ne ide! Igen, tojást. És az újabb videóiban igazi magyar módi panaszkodást hallhatunk. Sajnos nincs fűtőszekély, elromlott. Igen, elromlott a fűkaszám is, most is külső fűkasza van nálam. Túlhevítettem a pálmazsit, lábamra csókolott a zsír. Most már annyi házni munka, hogy... Zoli bácsi, az emberek a YouTube-ra nem sopánkodást jönnek nézni, hanem szórakozni akarnak. Tessék szórakoztatni az embereket. Fos! Azt nem akartam! Remélem, az Álza majd küld egy pószívót, és akkor ki lehet pószívózni azt a borsos tokányt. Akarom mondani tokányos borsot. Ó, sok. Annyi kell! És hatalmas mérföldkőhöz érkezett a karriere, ugyanis van már saját hamburgere is. Egy jó napig kapható lesz, vagy lehet tovább is, nem tudom. Itt vagyunk Békés Csaba. Stop bistróba. Nem is akárhol. A békési stop büfében. Stop büfé, nagyon meg vagy elégedve. Igen. Megcsináltam azt a videó burger egyet. Nem, ne azt mondom. Videó info kötőjel egy burger. Igen. A videó stop info egyes kötőjel burgernek rengetegen a csodájára járnak Békésen,
ami már át lett minősítve várossá. A videóinfo kötőjel egy burger. Ej, jó. Igen. A videóinfo egy burgernek a tömlős sajt és a rántott párizsi adja az ízét és az amatát. Igen, megnézzük. Megsült máshol. Már még sülni kell. A bisztróban Zoli bácsi egyedül készíthette el a különleges étket, amit onnantól kezdve bárki megkóstolhatott. Én licsát alapján fogják elkészíteni. Én most elkészítem, ugyanúgy fogják elkészíteni. És Zoli bácsi a sok panaszkodós műsor mellett egyre ingerültebben követeli a támogatásokat. A lényeg, hogy csak küldjék a pénzt, de ne kelljen érte semmit csinálni. Támogatás elfogadom, nagyon szívesen válom, de úgy támogasson, hogy nem szól be, milyen videót készítsen el. Akkor van ez a késkészlet, azáltal, amit kaptam. Zoli bácsi kunyerált kombinált hűtőszekrényt. Hát nem tudom, jó, ha valaki felállna egy hűtőszekrény, csinálnak együttműködés. Kombinált hűtőszekrény jó lenne, te helyi drága 120 ezer. Ilyen együttműködés elfogadna. Csaptelepet. Mosogató csapot tudnának ütni, azt elfogadnám. És többek között fűkasz a motrot is. Jó, ezt megrendelni. Felállná a cég. Lehet ismerős a mondás, segíts magadon, a donét is megsegít. Vagy valahogy így van szerintem. Ha adnak, fogad-e, ha kapnak, szabad-e. Na több se kellett az antirahongóknak, és elküldték a mesternek a Most kéne abba hagyni című bolondos dallamot. Igen, mert néhány pár, mert azt mondja, most kéne abba hagyni. Na ilyen nótát küld nekem, most kéne abba. Ilyen nótát ne küldjön. Most kéne abba hagyni. Én döntöm el, mikor hagyom abba a videóhoz. Azt én döntöm el. Ami már mondjuk elég rossz indulatú volt, ezekkel az antirahongókkal nem kéne foglalkozni. Mert azt mondta, hogy nem antirahongó. Akkor micsoda nem antirahongó? Azt hitt akkor meg. Mi ez? És észrevettem, hogy Zoli bácsi egyre veszélyesebben rittyenti a komoly ételeket. Minden. Lehet, hogy biztonságosabb lenne inkább rendelni azokat az ételeket, mert nem lenne jó, hogyha egy tükőtojás rittyentés közben leégne a békési rezidencia. Nem ez a 600 fok, nem akarom vasütőtét. Zoli bácsi egy igazi 100 000 mester. Hoppa. Zoli bácsi karriere fénypontja volt, amikor megkeresték a Temus botok. Luci vagyok, Temuto. Személyesen írt neki a Lucy Liu a Charlie angyalaiból, aki a világ másik pontjáról felfigyelt a tehetségére. Hát remélem fel tud venni a kapcsolatot a Lucy, Tamu cégek, webáruháza. Uralta úgy sok termékek vannak itt. Lucy Liu-nak még ideje sem volt megírni a szerződést, Zoli bácsi már töltött fel egy videót, árban nagyjából elfogadható webáruház néhány videókockában bemutatása címmel. Spóroló sokat. Vásároljuk most. Hát itt úgy látom, sokat lehet pórolni. Igen. Dami fel is van. Belátó zsiró. Cipők vannak. Igen. És Zoli bácsi furfangosan anélkül mutatta be a Temu sportégákat, hogy meg kellett volna őket rendelnie. Jó, ezt megrendelni. Találná a cég. Van itt ez a brutalista ház, én magamtól nem venném meg, de hogyha valaki megveszi nekem, én szívesen beköltözök. Találná a cég. Csak belül ki kell festeni kékre, és minden pacek. Van itt ez a jacht Monakóban, a Zuckerbergnek a jachtja. Hát én ennyi pénzt nem adnék érte, de hogyha valaki megvenné nekem, azt nagyon megköszönném. Azt a neki! Ezért a jachtért cserébe még két posztot is kiraknék. Ilyen együttműködés elfogadna. És van egy angol levelező barátnője, az Angó barátnő, akivel csak távkapcsolatban vannak, és néha küld a mesternek egy receptet. Egy angol barátnőtől kaptam, angol ismerőstől, aki Facebookon szoktam csetelni. Magyar számlaságú angol nőtől kaptam ezt a receptet. A májkrémes kenyér recept egyenesen Nagy-Britanniából érkezett. Májkrémes kenyér, legfontosabb a kenyér, akkor májkrém, tömbősod. Hadd lássuk, milyen ügyesen tud Mollika szalámit tenni a kenyérre. És ott van, és ott van. Nagyon tudom. Gyanús nekem ez az angol barátnő. Nehogy aztán kiderüljön, hogy egy unatkozó, áruhás, pesti antirahongó. Akkor micsoda nem antirahongó? Zoli bácsinak két rafinált kutyája van, a Róka meg a Cézá, ők a minőség ellenőrök a főzéseknél, akik belakmároznak a maradékokból. Ilyen rafinált minőségi ellenőrt nem láttak, főleg mi Cézá. De mindjárt megnézzük Rókát is. Alszik, közben itt van a szeme, nagyon rafinált, az igen. A Cézá meg a Róka vigyáz arra, hogy a hölgyekből ne legyenek pospipuáltak. Hölgyek pospipuáltak lesznek.
Cézár mindig utamban van, rálépek. Ami három üveg sört küldött, ezt megittam. Van benne kis ital. Most pedig fizess elő a csatornatagságomra, hogy vehessek én is sört az ötös szivattyú telepen. Csumi, csumi. Húha, kőbalnai. Nem is kell menni a ötös szivattyú telepre. Nem is kell menni. Nem tudom, tudtam abban a videóban segíteni. Ha igen, akkor nagyon jó. Ha nem, akkor sajnos nem. Idiom. Hoppa.